érdeklődőkkel telt meg a Megyeház a dísztermek kedden délután. Itt tartották azt az energiatudatosságról szóló szemléletformáló konferenciát, amelyet a megyei önkormányzat szervezett egy projekt keretében. Ennek részeként igyekeznek minden réteget megszólítani különböző programokkal. A fiatalokat egy rajzpályázattal igyekeztünk megfogni és bevonni ebbe az energiatudatos szemlélet megfogalmatosításába is. Nagyon örülünk annak, hogy több mint 100 pályamű beérkezett. Ennek ugye az volt a cím, hogy ők hogy látják az energiatudatosságot, mit tudnak ők tenni a környezetük védelméért. És emellett ugye a felnőtteknek is szólunk, hiszen hát a családok azok, akik a leginkább hatékonyan tudják képviselni magát az energiatudatosságot. A programsorozatban workshopokat, előadásokat is szervez a megyei önkormányzat, és rendezvényeken is jelen van azzal a céllal, hogy a lakossághoz is eljusson az üzenetük, és hogy minél többen érezzék azt, hogy hozzá tudnak tenni az energiahatékonysághoz. Partnerük ebben Vásáros Namény önkormányzata, amely már eddig is sok ilyen programot valósított meg a Beregi településen. A szemléletformálást a legkisebbekkel kezdték. Hogyha tudatosítjuk a gyermekeinkben azt, hogy milyen módon tudnak energiát megtakarítani, milyen módon tudnak hozzájárulni ahhoz, hogy a környezetünket megóvjuk és megőrizzük, akkor már tettünk valamit azért, hogy egy élettel teli, biztos jövőbe tudjanak ők is fölnőni, és ezáltal ők is továbbadni egy olyan földet, egy olyan világot a felnövekvő nemzedéknek, amilyennek mi is szeretnénk megőrizni. A keddi előadások során a Nyíregyházi Egyetem tanszékvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a problémák csak együttműködéssel oldhatóak meg. Ahhoz azonban, hogy jó irányba mozduljanak a tervek, először a szemléletünkön kell változtatni. A természet megvan az ember nélkül, de az ember nincs meg a természet nélkül. És tulajdonképpen bármit is szeretnénk elérni, működtetni, gyártani, létrehozni, az a természeti anyag és erőforrások nélkül nem lehetséges. Mindenhez energiára van szükség, és hogyha az energiát olyan forrásból állítják elő, ami széndioxidot bocsájt ki, akkor ez egyre emelkedni fog. A régió környezetgazdálkodási vállalatának ügyvezetője pedig arról beszélt, hogy bár az utóbbi időben térségünkben jelentős beruházások valósultak meg, amelyek a hulladékgazdálkodás mint közszolgáltatás rendelkezésre állását és ezek eszközeit biztosították, a szemléletformálásra is nagy hangsúlyt kell fektetni. A véleményem szerint, és ez nem csak az én véleményem, úgy általános vélemény, hogy nem elegendő csak az eszközbiztosítás és a rendelkezés állásnak a fenntartása, hanem valamilyen formában meg kell tanítani a lakosságot a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatára. Én úgy gondolom, hogy a szemléletformálás az az eszköz, amivel ezt el tudjuk érni, hogy minél eredményesebb és minél hatékonyabb közszolgáltatást tudjunk elvégezni a térségben. A résztvevők a megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokkal és lehetőségekkel is megismerkedhettek, úgy mint a napelemes rendszerek és a biomassa, hiszen a projektnek az is célja, hogy megváltoztassa az ezekkel kapcsolatos fogyasztó és társadalmi berögződéseket, és mindenki életének részévé tegye az energiatudatosságot, akár olyan egyszerű dolgokkal, mint a villany lekapcsolása vagy a vízcsap időben való elzárása.